Zomba etnikai sokszínűségéhez, identitásuk megőrzésével, más népcsoportokkal való konstruktív együttműködéssel jelentősen hozzájárul a település német kisebbsége. Nemzetiségi önkormányzatuk főszervezésével valósult meg az év végén az a karácsonyi koncert, amely színvonalával, műfaji változatosságával messze túlmutatott egy magyar kistelepülés lehetőségein. Az esemény a környező városokból is vonzott szép számmal érdeklődőket, aminek garantáltan jövőre is lesz folytatása. A koncertet követő fogadáson arra kértük a zombai német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat elnökét, tekintsünk vissza 2019-re, a német nyelvoktatásban, a német kultúra ápolásában, terjesztésében végzett tevékenységük tükrében. Most először általános iskolások is részt vettek énekkel, kórusművekkel, aminek különösen örülünk, mert ők meg tudják így ezt az oldalukat is mutatni. Betlehemes játékkal volt már többször Modrá, verset is énekeltek, de így, hogy német karácsonyi dalokat énekelnek egy csokorban, így nem. És a különös momentum talán az volt benne, hogy a helyi német kórus, az Annenblume német nemzetiségi kórus vette úgymond a szárnyai alá ezeket a gyerekeket, és közösen adtunk elő egy produkciót. Ennek nagy sikere a közönség reakciójából is lemérhető volt. Ők is jól érezték magukat, amiközben énekeltek. Ilyenben még nem volt részük, hogy templomban énekelhetnek ilyen sok-sok felnőtt előtt. Tehát aztán a legfontosabb, hogy ő nekik ezt tetszett. A második dolog az, hogy amióta kiléptünk a templomból, más sem hallok, mint azt, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon szép volt, nagyon felemelő volt, jó ötlet, hogy ők is részt vehettek. Úgyhogy én szeretném ezt majd folytatni mindenképpen. Nagyszülők kihalnak, az apák, anyák már nem beszélik a németet, az angol dominanciája mellett a német nyelv továbbra is őrzi népszerűségét Zombán. Ez napi szinten kihívás számunkra, és valóban az angol mellett most már egyre nehezebb népszerűsíteni a német nyelvet, de azért akinek van német kötődése családon belül, azoknak nagyon sok mindenkinek rokonai is vannak, akár német nyelvterületen is, tehát ők azért megértik azt, hogy erre szükség van. És a hagyományok ápolásában is igyekszünk erősíteni, hogy igenis, nagyon sokan vannak köztetek, akiknek mondjuk a nagypapája, nagymamája még magyarul sem tudott. Nagyon sokan erre az iskolában döbbennek egyébként rá, és erre próbálunk építeni, valamint az ilyen alkalmakat is kihasználni. Tehát ezért próbálunk minél több formában közelíteni ehhez a kultúrához és ehhez a nyelvhez, és így népszerűsíteni. Közel van a Tolna megyei németség fővárosának számító Bonyhán. Ennek elsősorban az előnyeit igyekeznek kihasználni a zombai németek. Igyekszünk együttműködni a környező német csoportokkal, tánccsoportokkal, önkormányzatokkal, és ez a hátrány semmiképp sem lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a csoportok csak erősítik egymást mindenképpen. Volt már rá példa, hogy táncházat szerveztünk, ahova a Bonyhádi tánccsoportvezetőt hívtunk meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez semmiképp sem arról szól, hogy konkurenciája lenne egyik a másiknak, hanem erősítenünk, támogatnunk kell egymást. A különböző kulturális csoportokból, különböző okokból kieső idősek, fiatalok pótlása nekik is állandó feladat. No nem a gyerekhiány miatt, mert ez Zombát sok hasonló nagyságú magyar településsel ellentétben nem érinti negatívan, de itt pedig sok a választási lehetőség a gyerekek, fiatalok számára a település szabadidő és kulturális palettáján, így bizony meg kell küzdeni értük. Erre nem tud senki garanciát vállalni. Most a mai napon a felső tagozatosokból próbáltunk verbúválni egy ilyen csapatot, de működik az alsó tagozaton egy néptánccsoport, egy német néptánccsoport, akik szintén nagyon lelkesek, akik az iskolai karácsonyi műsoron is felléptek. Úgyhogy én bízom benne, hogy működni fog, sőt az óvodánkban, ahol nemzetiségi oktatás vagy, ott is nemzetiségi hetet szerveznek, táncolnak a gyerekek, énekelnek, úgyhogy én optimista vagyok.